Hazudott folyamatosan, ugye népszavazás volt, egy kötelező, ebben minden egyes párt hibás a rendszerváltás volt. Megmondva őszintén, mert bekérek mindenkit várni, ha belassak egyszerűen elveszik. Ez az országot nem kicsit tették már közben, hát ez van egy bizonyos, ugye, egy bizonyos szó, hogy... A tandíj a magunk fajtákat kirekeszti az egyetemekről. Ez alkotott is fontos szerintem, akik egyébként nem kerültek. Azért fontos, mert Magyarország jövőjét a Széchenyit idézem most a kiművelt emberfők határozzák majd meg. Nem akarnak hallgatók tiltakoznak most itt a tandíj ellen, akik nem akarnak fizetni. A neten elterjedt egy kép, egy olasz mém lányokról, akik egy Apple laptopban... ...eseményeket, budapesti eseményeket, hanem európai hallgatótársaink más országokban lévő... ...kutatási központokban jelenleg is demonstrálnak a kialakult helyzet miatt. Képviselő. Csak olyat tegyetek, amit saját gyerekeitekkel is tennétek. Hagyjatok minket tanulni, hagyjatok esélyt a jövőnek. Köszönjük! Nekem kérdeznem kell valamit, még mielőtt bezárnák a rendezvényt, és a zárásomat nekem kérem kis Dávid barátomat. Legyen kedves és tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy most el kell indulnunk sétálni egyet. Figyeljen a sajtámban, oda. Fel a kezekkel, mert most lesz a gólya. És akkor még el sem mondtam, hogy a mai kormányülésen úgy tudjuk nem tárgyalták a pontjainkat. Micsoda monarchia! Akkor a másik kérdés, hogy ki nem akar indulni, már fel sem teszem. Felkérem Kis Dávidot, hogy zárja le a rendezvényt, a tömeg pedig kint gyülekezik. Köszönöm, hogy eljöttél. Hogy itt vagy? Nekem valahol 2006. szeptember 23 óta, amikor néptribunnak megválasztottak, vagy megszavaztak, azóta valahogy szolidáris vagyok mindig az utca emberével. Tehát miközben Jobbiknak köszönhetően van egy parlamenti belépőm, de nem vagyok szakértő, de semmi juttatást ezért nem kapok. Csak elkötelezettségből vagyok itt, szolidaritásból is, és meg is akarom érteni az ő álláspontjukat, mert ugye a médiában, meg a hírekben, a parlamentben ugye hallom, ismerem a másik oldal véleményét, hogy miért akarják ezt átalakítani, itt most szerettem volna az utca emberét. Ami engem egy kicsit nosztalgiával töltötted, ugye én is itt végeztem, ugyanakkor ugye nekünk ilyen lehetőségünk akkor nem volt. Valahol a jogok és a kötelességekre kell az embereknek odafigyelni, tehát ugye, hogy vannak joguk, de hát az egyetem nem csak az övéké, az ez enyém is, vagy mondjuk azoké, akik fönntartják, akik dolgoznak, akiknek az adójából fönntartják, és nekem lelkiismeret tudásom is van, mert én 74-ben végeztem, és 76-ban kivettem minden. Tehát azért is sokat dolgoztam a 90-es években, tehát messze megsporoltam az államnak, de ezt most nem részletezem mindazt, ami az én oktatásom került, meg az ex-feleségemé, mert ő is itt végzett, és érdekes volt meghallgatni a mások véleményét. Előbb mondtál valamit, hogy van egy megérzésed. Kicsit aggódom, mert valami azért, én most, ami az elmúlt két évben történt, azt én egy kicsit másképp láttam, mint a nemzeti radikális oldal, vagy a szélső baloldal.
Én úgy látom, hogy komoly, fontos dolgokat sikerült helyre rakni. Ez egy kicsit messze vezetne, tehát főleg azokat a pénzcsapokat zárják el, amiből nagyon folyt ki a pénz. A legnagyobb dráma számomra, amit kb. 3 hónapja ismerek, ugye Tax Justice Network nevezetű angol honlapon nyilvánosságra került, én nem ismertem azelőtt, hogy Magyarországról 242 milliárd dollár, 2,5-szeres a teljes magyar adósságnak offshore cégekben van, pontosabban nyugati bankok. Lekapcsolták. Aggódom, én reménykedem, hogy ebből nem lesz kormánydöntés, de a kormánytól el kell venni a 2/3-ot, mert így a kicsit a zsarnokság irányába megy. Ugyanakkor igyekszenek, tehát be kell látni, hogy azért objektívan nézve egy pár nagyon okos dolgot csináltak, és ebben nem vagyok egészen egyik oldalon sem. És a felsőoktatással kapcsolatban most mi a véleményed? Közben elindult a tömeg a parlament felé. Hát annyit a felsőoktatásról, hogy a finanszírozása nagyon nehéz. Ahogy az egészségügyet sem lehet egy öregedő társadalomban, egy exponenciális adósság spirálban lévő országból van finanszírozni, így ez sem. Tehát egy folyamatos átalakításra van szükség. A pénzt kilopták, kiviszik bizonyára most is, mert nagyon csúnya dolgokat ismer meg az ember, valószínűleg nem olyan mértékben, mint az előző mondjuk 10-20 évben, de én azt látom, hogy az adósság nem növekszik, ez pozitív. Az, hogy ennek mi az ára, például az a bizonyos nyugdíj dolog, a magánnyugdíj, csak ezt nem úgy kellett volna csinálni. Tehát az, hogy ezt megszüntették, az nagyon helyes, csak az embereket jobban kellene ösztönözni, kössenek magánnyugdíj. És végül is ebbe az irányba megy a felsőoktatás is, hogy a fiatalok nem menjenek ki, miután megszerezték a diplomát és a nyugati világot gazdagítsák. De támogatod azért őket? Azért támogatom, le kell ülni velük tárgyalni, az helyes, nem az övéké az egyetem, hanem a magyar néppé, a magyar társadalomé, és én tudom, mit jelent az, amikor oktatnak ingyen, és utána elmész nyugatra, és akkor valamikor rádöbbensz, hogy tulajdonképpen megloptad az államot, megloptad a közösséget, tehát én szerencsére a 90-es években olyan komoly üzleteket tudtam csinálni, hogy nem a Siemens, az Olivet és társai nyerték meg, hanem én, és sok százezer eurót, hát nem eurót, akkor még márka vagy dollár volt, több százezer dollárt megspogoltam ennek az államnak. De én úgy gondolom, hogy az irány nem rossz, csak ezt nem tudja ez a társadalom még felfogni. Tehát a fiatalokkal sem folyik igazi párbeszéd. Thank you.
van, gyerekek, igazatok van. De ha elvisztek, ha nem, megkaptuk igazatok van. Induljatok!
Elég volt! Én tudom azt vállalni, hogy 10 óráig ez az épület nyitva van, ahogy eredetileg terveztük. Ha 10 óráig megfelel, akkor 20 percre be lehet menni, tovább sajnos elehetőleg sem lehet. Ők bazd meg, gratulálj! Hideg van! 20 percre is van együtt! Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Hallgatói fóruma! Hallgatói fóruma! Srácok, csak egy pillanatnyi figyelmet szeretnék kérni. A Hök tegnap, meg ma azt ígérte, hogy egyetemet foglalhattok. Ha ez nem teljesül, mert most időhúzással nem engednek be minket, azt hiszem nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Hök sem képviseli a hallgatók érdekeit, tehát nem legitim érdekeit. Illegitim a Hök! Illegitim! Alapítsuk meg az új hallgatókat! Én azt mondom, bocsássuk szavazásra most, készfeltétellel, hogy be akarunk-e menni. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy menjünk be az egyetemre! Közösen elfogadtuk, és tegye fel az a kezét, aki azt mondja, hogyha a Hök megakadályozza, hogy most bemenjünk, nem tekintjük legitim szervezetnek. Ez lett a vége, hogy szeretnénk egy fórumot tartani békésen. Semmilyen erőszak nincsen benne. Ebben mi az elfogadhatatlan? Ha ezt megmondod nekem, válaszolsz, akkor igazad. És kit értesített fel erről? Mert a hohányirodáról nem értesített fel! Én a Kossuth téren úgy váltam el. Nincs a hangodat! 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 Nincs a hangodat!
azért állok itt, hogy ne engedjenek ki téged, azért, mert kijöttem és nem maradtam bent. Igen, viszont, hogy eleve... Mondjuk, hogy a 10 aztán azt tudnánk, hogy még a héten összeveszünk egy fontot, akkor azt nem tudjuk, hogy még a héten, ahol többet volt erről, az ugyanis szó lesz. Valami további ellenállások, mint a bejáratot, nem tudunk! Nem tudunk egyességet, ennyit ért a hölöm, ennyit ért a hivatalos érdekképviseletünk! És tartsatok fogalmat mindenhol! Szerveződjetek autonóm módon, mert úgy tűnik, csak így lehet valódi demokratikus közösségeket létrehozni. Egy fontos dolgot nem sikerült az előbb tisztázni, ami pedig elég érdekes, szóval az ajtó túloldán áll vagy 20 rendőr, és ennek jelentős szerepe van abban, hogy nem tudunk bemenni.